Életem nagy kalandjára készülök. Vágjunk bele! Vonattal a föld körül. Melyik vágányról indulunk? A bolygó legszebb tájain átutazunk. A leggyorsabb, legmeredekebb luxus vonatokon, a világ legismertebb helyein keresztül. Az Eiffel-torony, a New York-i pályaudvar. Ez a Fuji, a legeldugottabb gyöngyszemekig. Senki nincs itt. Belemerülök. Ez csak egy átlagos vasárnapi program. Az izgalmas, vad és a csodálatos kalandba. Ilyet még sose csináltam. Vonattal a világ körül. Újabb szédítő utazás áll előttem. Bangkokba utazom, majd onnan 800 kilométert Trengbe, aztán a malajziai Penang, végül a főváros Kuala Lumpur következik. Tájföld jelentése a szabadok földje. Ez az egyetlen délkelet-ázsiai ország, amely sosem volt európai gyarmat. Tájföld első vasútvonalának építésekor a britek felajánlották segítségüket, de a táj uralkodó megsejtette, hogy szándékaik nem tiszták. Miből is gondolhatta ezt? Az ország északi részén Chiang Mai megyében vagyok, a templomok, hegyi törzsek és elefántok földjén. Nagyon szeretném látni őket. Tájföld nemzeti állatának keresése közben a 40 ezer templom egyikébe botlom. Doi Saket kapujában állok. Éppen időben érkeztem. Az emberek a szerzetesekre várnak. Ételt és italt hoztak nekik. Én is vettem néhány italt. A hadsereg már gyülekezik. Jobb, ha iparkodom. Az utóbbi három hónapban a szerzetesek a bőjt miatt nem hagyták el a kolostort. Egy különleges szertartás keretein belül térnek vissza a közösségükbe. Egy ősi szertartást ültettek 21. századi köntösbe. Az adakozás fontos gesztus, ám a szerzeteseket nem illik megérinteni, vagy közvetlenül nekik átnyújtani valamit, ezért a felajánlásokat egy edénybe gyűjtik. Mit jelképez a szertartás? A buddhista bőjt végét. Buddha ezen a napon jött le a mennyből. Ezen a lépcsőn érkezett meg Buddha? Pontosan. Milán szerzetes körbevezet a templomban. A legenda szerint Buddha is járt itt. A táj lakosság 90%-a buddhista. Az országban 30 ezer szerzetes él, akik közül néhányan nagyon fiatalon váltak azzá. Növendékként érkezett? Igen, 13 évesen. Most hány éves? 22. Nem mondtam volna meg, mert kopasz. Igen. Nehéz megállapítani a korát. A hajunkhoz való ragaszkodás akadályokat képez. A hiúságtól válnak meg? Igen. Hozott áldozatokat? A világi élvezetekről mondtam le. A finom ételekről, a zenéről. Jó döntést hozott? Nagyon boldog vagyok. Ez az én utam. Milán nem az egyetlen. A kolostor és a templom is folyamatosan növekszik.
Hát nem lenyűgöző. Az uralkodó Buddha. Hány éves? 2. Ó, ez még új. A legutóbbi. Mi található lent? A lépcső. Folyamatosan fejlődnek. Így van. A templom. Ha legközelebb jön, a hatalmas lépcsőt is láthatja. Jövök is? Örvendek. Ó, egek, majdnem megráztam a kezét, sajnálom. Nem foghatunk ezet. Képzeletben megöleltem. Igen. Mivel ilyen hosszú útra indul, Tájföldön keresztül. Igen. Azt kívánom, útját remek emberek keresztezzék, és legyen kiváló útja. Köszönöm. Miután megáldották közelgő utazásomat, Chiang Mai elhagyás előtt csupán elefántokkal akarok találkozni. Épp etetés van. Mind felém közelít. Szia, aranyom! Szia! Nézzétek a bébit! Szemmel tartanak. Jól vagy? Az elefántok miatt rengeteg turista érkezik Tájföldre. Ennek etikus volt a vizsgálat tárgyát képezi. Az elefántok kiképzése gyakran veréssel jár. Így csupán az állatok etetése vagy fürdetése lehetséges. Ám Szí megmutatja, hogyan lehet ezekkel a csodálatos állatokkal másképp is kapcsolatot létesíteni. Elmehetnek egy sétára az elefántokkal. Megfigyelhetik, ahogy esznek és kakilnak. Ahogy kakilnak. Nézzék ezt a csodát. Ebből fantasztikus papírt készíthetünk. Papírt? Azt. Hiszik vagy sem, az elefánt turizmus új formáját hozta létre. Gyorsan. Rendben. Juhé. Oké. Igen, tedd ide a kakit. Gőzölgő kaki. Kakileves. Harry Potter konyhája. Forralás és tisztítás után pépesítik. Ting, ting, ting. Nyúj bele. Ó, oh, igen, elég érdekes érzés. Kaki smoothie. Igen. Az elefántok gondozása nem olcsó mulatság. Testtömegük 10%-ának megfelelő ételt esznek naponta. Egy nagyobb elefántnál ez napi 500 kiló. A papírból származó bevételt az elefántok etetésére fordítják? Igen, heti egy kamion banánt és cukornádat vásárolunk. Egyengesd el a tálcán. Rendben. Rázd. Kakit rázunk. Rázzuk? Ó, hát nem gyönyörű. Látod az összetartozó rostokat? Égyenné. Mennyi idő alatt szárad meg? Ha süt a nap, 3-5 óra alatt meg is van. Jön is? Igen. Lassan. Ha megy ez? Pont így. Igen. Csak húzd le. Hozzáragadt. Húzd le. Ügyes. Ennyi. Ezt nézd. Kaki papír. A legkiválóbb. A fák megmentése sem elhanyagolható szempont. Tizenhárom óra alatt jutok el Bangkokba. A hálókocsik nagy részében emeletes ágyak találhatók, talán aludni is tudok. Remélem nem horkol. Nem. Én igen. Majd egy kicsit megrázom. Üdv. Ó, ez kedves. Tom Jam. Tom Jam leves. Süti. Sütemény, ez ugyanaz? Süti. Sütemény. Süti. Isteni, a legjobb, amit vonaton ettem. Elégedett vagyok. Az első osztályon hálófülkék vannak, a második osztályon az üléseket ágyjá alakítják. Nekem épp elég hosszúak. Tetszik a pizsim? Itt fogok aludni. A 25 fontos jegyár a szállást is tartalmazza. Jó ajánlat. Jó ét! A szomszédom nem ébresztett fel. Sikerült nem horkolnom éjjel.
Istenem, nagyjából 4 órát aludtam. Nem is rossz. Megérkeztünk a városba, melyről úgy tudtam, Bangkoknak hívják, de valójában... Krungthep Mahanakhon, Amon Ratanakhisin Mahintara, Ayutthaya, Mahidi, Lokphop... Tartsd egyenesen! Nofarat, Ratchachani, Burirom, Udom, Ratchinawiwet, Mahansathon, Amon Pimwan, Amwatan, Satit, Sakataya, Witsanukon, Prasit. Amely jelentése, az angyalok városa, a nagyváros, az örök ékkőváros, Indraisten bevehetetlen városa, a világ 9 drága kővel ékesített nagyszerű fővárosa. Hua Lamphong állomáson vagyok, amely naponta 60 000 utast szolgál ki. Sajnos az utolsók között leszek, mivel idén múzeummá alakul. Néhány órát töltök Bangkokban, mielőtt délre indulok. De először is innom kell egy kávét. Üt tuktuk. Merre tart? Melyik az öné? Az a kicsi? Igen, tuktuk. Rendben. Tuktukot vezetek. Hogy hívják? A nevem King Kong. King Kong, nézzék, ő King Kong. Isten hozta Tájföldön. Köszönöm, mehetünk. Bangkok 8 milliós város évi 20 millió látogatóval. Mi az az épület? A Dusit Palota. Igen? Lefotozza. Az évi középhőmérséklet alapján Bangkok a világ legforróbb városa. Örülök, hogy Kong úr magán tartja a felsőjét, mert a félmeztelen vezetést a törvény bünteti. Azt is, ha valaki fehér nemű nélkül lép az utcára. Nem semmi. 10 éve vezetek. 10 éve sofőr? Igen. Gyorsan megy? Nem, első a biztonság, csak lassan. Hány éves? Én? Igen. Ön szerint? 24. Feljebb. 28. Igen. Ön? 72. Ó, nem. De igen. 60. Köszönöm. Jó képű. Bókok, tetszik ez a passás. Mondtam már, hogy éhes vagyok. Bangkok ínycsiklandó konyhája a konyhaművészet felé is nyitott. 17 Michelin csillagos étteremmel büszkélkedhet, de továbbra is a gyors ételek viszik a prímet. Okay. Rendben, előételt eszik. Igen, előételt? Igen, igen. Rendben. Sejemhernyó. Sejemhernyó? Egyen meg? Nagyon finom. Nem is rossz. Így van. Az egész zacskóval nem bírnék el, de 20 év múlva nem tudunk marhát és birkát tenyészteni. Mindenki sejemhernyót uzsonnázik majd. Igen. Szerencsére azt már nem érem meg, de nem rossz. Egy kicsit trágya ízű, de elmegy. A maradékot önnek adom. Oké. Nagyon köszönöm. Túl nagy kihívás volt, és nem eléggé laktató. Szereti a pattájt? Ó, imádom. Hű. Rákkal? Igen. Rengeteg magyaróval? Mi a kedvenc étele? A papaja saláta. Papaja? Igen. Hova megyünk? Az úszópiacra, a ladikokhoz. Ladikok? Igen. Ó, mennyi áru. Igen. Bangkokot egykor csatornák, avagy klongok tucatjai szelték át. A város a Kelet-Velencéje nevet kapta. Habár a csatornák nagy részét utak váltották fel, az úszó piacok megmaradtak. Remek helyszín egy valódi táj lakomához. Üdv! Szembun! Üdv, Szembun! A csónakokban készült ételeket a parton szokták elfogyasztani, de Kong úr ismerős errefelé. Ma úszópiaci ételkóstoláson veszünk részt. Papaja saláta. Finom. Papaja saláta. Igen. Ó, ez a papaja? Igen. És ez micsoda? Szárított rák, bab és paradicsom pépesítve. Köszönöm, köszönöm. Egészségünkre. Egészségünkre.
Édes, csípős, íz nagyon finom. Nagyon. King Kong bejelentette, ez nagyon finom. Mi az? Robogós tészta. Robogós tészta? Robogós. Ízletes. Ropogósnak mondjuk. Ropogós tészta. Igen, így van. King, megnézhetjük azt a hölgyet? Ó, mennyi halficánkol itt. Mi ez? Hyerpon. Hyde Park? Igen. Hyde Park? Hyerpon. Hyer? Hyer Park. Hyer Park. Kagyló is van benne. Tengergyümölcsei. Tengergyümölcsei omlett. Pontosan, igen. Tengergyümölcsei omlett. Köszönöm, nagyon finom, a tészta rendkívül friss, ízletes. Nagyon köszönöm. Ízlik. Szereted a ragacsos tésztát? Igen. Melyik a legjobb? A papajasaláta. Papajasaláta, tudtam, hogy ezt válaszolod. Igen. Nekem ez az omlett ízlik. Helyi ételek. Nagyon finom. Nem. Bár ő utálja. Ne aggódj, főzök egy jó angol reggelit. Csak egy keveset. Igen. 2 órán van a vonatig. Szerinted belefér egy masszázs addig? Rendben, ismerek egy helyet. A legjobb. Jól van. Elmegy? Igen, igen, igen. Oké. Kivételes helyen a Wat Po templom falai között található a Thai masszázs nemzeti iskolája. Gyönyörű. A lábaim nagyon merevek a hosszú utazás miatt. Kongnak is jár a kényeztetés. A tuk-tuk vezetésétől megfájdul a hátad? Igen. Egy nap a vezető... Aranyos, ahogy próbálkozol. Úgy tartják, a tradicionális táj masszást Buddha orvos alkotta meg. Sweet Lord. Édes Istenem, inkább a jogához hasonlítható. Lazítson. Kong masszőre az iskola vezetője. Őt faggatom ki a tájmasszázsról. Mikor született meg a tájmasszázs? 3000 éve. 3000? Lazítson. Ha többet akarnak megtudni a tájmasszázsról, olvassanak utána. Képtelenség mérható interjút készíteni róla. Örülsz? Igen, nagyon, nagyon. Tetszik? A vártnál tovább tartott. Le fogom késni a vonatot. Túlságosan ellazultunk. Rendben, nagyon köszönöm. Gyere, adj egy ölelést. Köszönöm. Viszlát legközelebb. Még találkozunk. A Bangkokból induló vonat 16 óra alatt teszi meg a 800 kilométeres utat Trangig. A masszázs után aludtam, mint a bunda. Ó, oh, Alex! Üdvözlöm Trangben. Köszi! Szeretném Thaiföld szigeteit meglátogatni, de vezetőm Alex meg akar valamit mutatni útközben. Nagyon különös. Ő kicsoda? Fá. Fá? Igen. Hogy van? Örvendek. Szintén. Miért nem a lépcsőt használjuk? Biztonsági okokból. Komolyan? Igen. Tehát fejlámpát és szájmaszkot viselünk. Tudják, mit fogunk csinálni? Én nem. Istenem, ez ijesztő. Csótányok! Több száz! Mintha egy horrorfilmben lennénk.
Alex, miért van ilyen büdös? Ez egy barlang. Barlangi környezetet hoznak létre? Igen. Most többet denevér. És mit csinálnak ide bent? Nyálat termelnek. Nyálat? Igen, azt. Ó, tudom már mi ez. A madárfészek leveshez kell, ugye? This is bird's nest soup, isn't it? Igen, ez üzlet. Üzlet. Ó, Istenem. Oh my goodness. A kínaiak imádják a madárfészeklevest. Szerintük egészséges. Hagyományosan barlangokból gyűjtik be, de sorra jelennek meg az ehhez hasonló létesítmények, amelyek kiszolgálják a nyálleves iránti keresletet. Mennyire más itt bent. Akár a totál szívás egy jelenete. A dolgozók lelki ismeretesen távolítják el a tollakat a fészkekből. Ez hatalmas üzlet. Ez a doboz mintegy 370 fontot ér. Havonta 15 ezer fontot termelnek. A végeredmény ez. Madárfészekleves. Tévednek, ha azt hiszik, egyedül fogyasztom el. Sean, légy szíves! Egészségünkre! Egészségünkre! Nem is rossz. Nagyon édes. Édeskés. Zseléhez hasonlít. Mindent a munkáért. A leveses megálló után egy hosszúkás hajóra pattantam Sang mellé, aki Komuk szigetéről származik. Hol van a falud? A másik oldalon. Hányan lakják? Úgy 400 család. Sang halászfaluja előtt útba ejtjük a sziget legértékesebb kincsét, a smaragd barlangot. Rajta! És merre tovább? Arra, Tony. Ötven éves pályafutásom alatt sokféle helyzetben tartott mikrofont láttam már, de ezt nézzék. Mulatságos. Ó, oh, csodás! Igen. Imádom! A dagálynál megtelik? Igen, ma délutánra tele lesz. Addigra vissza kell mennünk. Igen. Nem látni az oldalát, sem a fenekét. Egy kicsit magányos helynek tűnik. Ó, oh, fény pillantottam meg. Ilyen lehetett megszületni. Kijövök. Isten hozott a világban. Felállhatunk. Hú. Csodás. Értem már, miért hoztál ide. Át kellett jönnünk a barlangon, mert a másik oldalon nincs kijárat. Isten saját udvara ez. Az égig érő növényzet teljesen elszigeteli a külvilágtól a helyet. Kivéve a mögöttünk lévő turistáktól. Napjaink turista célpontja. Itt építed a saját hajódat? Igen. Sang meghívott a Koh Mukon található halászfalujába. A férfiak nagy része halász? Igen, 90%-uk. Igen. Számos bolt van itt. Igen. Sokan kereskednek.
50 év alatt a tájföldi turizmus évi 400 ezer látogatóról 32 millióra bővült. Hatalmas 55 millió fontos bevétel termelve ezzel az országnak. Tájföld kizsákmányolt szigeteivel ellentétben Koh-Mukot elkerülték a turista áradat hátrányai. Did you fish these? Te fogtad ezeket? Igen. Fogadok, hogy nem. Ő fogta? Halász vagyok. Szánk csak az év egyik felében halászik, mert a turisták szállítása jövedelmezőbb. Sikerül? Jó lesz. Legyezett helyettem? Igen. Egy, két, há. Hű. Majdnem oda veszett az egész. Ez jó? Igen. Igen, így van. Ismered a nevüket? Nagyhal. Nagyhal, így van. Táj nagyhal. Könnyű a fejlődő világ falusi életvitelét leegyszerűsíteni. Itt minden ártatlan és csodás egy ide látogató turista számára. A helybéliek nem így gondolják. Örömmel fogadják az ideérkezőket, mert nélkülük nem élhetnék a magasabb színvonalon megszokott életüket. Reméljük, még sokáig így tehetnek. For a long, long time to come. El kell szakadnom a paradicsomból. Indul a vonatom. Északról indultam, délre érkeztem. Viszlát, Tájföld! Üdv, Malajzia! Átszállások és a Padang Besari útlevél ellenőrzés után egy teljesen másik országban folytatom utamat. Elhagytuk az országhatárt. Tisztábbnak tűnik minden. Másfajta arcok, több fejkendő. A gyerekkori bélyeggyűjteményemben malájföldi bélyegek is voltak. György király nézett szigorúan róluk. A helyiek gumival vagy teával pózoltak rajta. Nem tudtam még, hogy mi britek a japánok ellen harcoltunk a II. Világháborúban. Azt viszont igen, hogy az 50-es években felkelések voltak itt. 1960-ban Malájföld független lett. Megszületett Malajzia, és szerintem a britek utána elfeledkeztek róla. Én biztosan. A brit uralkodás lenyomatának tökéletes példáját láthatjuk. Az állomások igazán egzotikus neveket kaptak, mint például Suvanjaya vagy Patuchia, de a végállomást Butterforce-nak hívják. Hogy ki volt ő? A 19. század közepén élt, az itteni gyarmat szigorú kormányzója volt. Szinte látom, ahogy itt lépked, peckesen. Az állomás egy ugrásra van a Malakka-szorost átszelő Komptól. A terület mindig is komoly kereskedelmi jelentőséggel bírt. Rómaiak, portugálok, hollandok és kínaiak ellenőrizték. 1786-ban a brit kelet-indiai társaság vonta felügyelete alá. 80 év múlva brit koronagyarmattá vált. Fővárosa Malajzia a második legnagyobb városa lett, amely harmadik György királyról kapta a nevét. Ez a város rész a világörökség része, multikulturális jellegű. Ott egy buddhista templom látható. Szemben egy hindu templom. Az utca végén Szent György temploma. Itt pedig egy mecset. Nem meglepő, hogy a helyiek a Harmónia utcájának nevezik.
Egy kultúra mély nyomot hagyott a városrészen. Szép darab. Az adatokból kiderül, hogy Penang-sziget lakosságának 40%-a kínai származású. Az ön boltja? Igen. Füstölőket gyártunk. Méretes füstölő. Fáradjon be. A kínaiak több ezer éve használják a tömjént vallásos célokra. Csodaszépek. És Li Qingpo tudja, mit kell vele csinálni. A kínai szokásunk, hogy a templom elé nagy füstölő rudakat helyezünk. Ezzel üzenünk az isteneknek. Tessék, marihuána illatú. De nem marihuána, hanem agarfa. Kiűzi a negatív energiákat. Elűzi a rossz gondolatokat? Igen. A csapatomnak erre nagy szüksége van. Köhögnöm kell. Bemutatom az édesapámat, a világ legidősebb füstölőkészítőjét. A világon a legidősebb. A 90 éves Li Beng Chuan 70 éve ezzel foglalkozik. A fák nedvének szantálfa porral kevert elegyét használja. A port rá kell nyomkodni a bambuszrúdra. Kellemes érzés. Nyomást kifejtve húzd le. Lecsúszik a tetejéről. Ez elképesztő. Nem semmi. A különbség a mester és tanítványa közt. Te csirkenyársat, én füstölőt készítettem. A füstölő, azaz a Joss szó, az angol szellem Goss szó pidgin változata. Tehát ezek a szellem pálcái. A kulturális örökségek mellett a látogatók számára nagy vonzerővel bír a város utcai művészete is. Kiváló alkotás. Szabadtéri galériává alakították-e városrészt? Itt van egy. A címe Bojon Cser. Aranyos, ahogy meggyőződik róla, hogy észrevétlen. Bernie Chen színésznővel találkozom. Vagy másik? Ez a Kung Fu Girl. Tökéletesen kihasználják az épületeket. Az ablakok felett ugrik. Jobbról. Fel sem tűnt. Nagyszerű. Most mi következik? Olyasmit kóstolunk, amit szerintem te még sosem. Az illatát már messziről érezni. Szia, Bán, van két gyurianod? Óvatosan, szúrós. Fogd meg a száránál. Valóban szúrós. Igen, legugolunk ázsiai módra. Rendben. Nagyon jó. A gyurient tartják a gyümölcsök királyának. Nem kóstoltam még, de tudom, hogy egyes hotelszobákból kitiltották. Megszagolom. A szag eltávolítása miatt pedig takarítási díjat számolnak fel. A fenébe, te jó ég. Az íze jobb az illatánál. A kuka feneke egy forró augusztus végén. Hogy merészeled? Istenem. Nem vagyok benne biztos, mint egy nagy kukac, a tapintása is. Nem is, ízletes. Miért csuktad be a szemed? Nem akarom látni. Krémes, de nem akarom belélegezni. A nagyszerű és az undorító keveréke. A jutalmad egy friss, hideg kókuszdió. Én megennék egy egész gyurient, felbontsak neked egyet. Ne, a tiéd a gyurien, az enyém a kókusz. Sonny, csak élvezd a krémességet. Olyan csúszós. Romlott tengergyümölcseire emlékeztet. A gyurien elfogyasztása óta kicsit émelygek. Ideje a hűsítő szellőket keresve a Penang-hegyre zarándokolnom. Ez egy különleges felvonó, egy sikló. Az eredeti neve a latin kötélszóból ered, mert kötelek segítségével mozgatták a hegyen. A levegő meleg és párás. Ezért vásároltam ezt. Bolondos, de hasznos.
A sikló vasutat 1923-ban a britek építették. Jobban mondva, 1923-ban épült a briteknek. Így a hűs villáikban tartózkodhattak. Ez a világ legmeredekebb vasúti alagútja. Nem hosszú, de meredek. Egy másik világba csöppenünk. Malajzia esőerdői idősebbek az amazóniai esőerdőknél. A Nemzeti Park évente 80 ezer látogatót vonz. Menedzsere Ellen Tan. Lenyűgöző ez a híd. Az erdőrezervátum közepén vagyunk. Bum! Az esőerdőben. Igen. A park 80%-a akadálymentesített. 150 éve rengeteg akadály lehetett itt. Igen. Engem beengedtek. Te a hegy lábáig jöhettél volna. Igen. Európai származás nélkül még egy éjszakát sem tölthetett el itt senki. Először a brit hivatalnokok menedéke, majd a brit cégek székhelye lett. Most tőlem szedik a vámot, és te vagy a főnök. Változott a helyzet? Így van, kicsit javult. Ott mozog valami. Igen, állarcos langurok. Mi pápaszemes langurnak hívjuk. A lajhármakik, a repülőgyíkok, a békák, a kígyók és az erdőlakói. Kiváló! Az esőerdő élővilágának fele a fák lombjai között él. Az micsoda? Ez a park legnagyobb fája, amelyre fel fogunk mászni, hogy átélhessük az esőerdők hangulatát. Akkor azt mondod, mi... Te és én? Mi? Ne aggódj, gyerekjáték lesz. Ben kezdi, így megörökítheti, ahogy mászom. De az életerős fiatalembernek sem megy könnyen. Tony, mi a véleményed a mászásról? Semmi jó. Nézd a naplementét, szép esténk lesz. Nem hiszem, hogy meg tudom csinálni. Most már az idő is szorít, hogy sötétedés előtt forgathassunk. Ben, tudod, hány óra van? Mennyi? Fél hét. Tudod, mikor megy le a nap? Fél hétkor. Igen. Oké, ülj a heved erre. Igen. A lábaddal ellökheted magad a fától. Igen. Told el magad a fától. Igen, rendben? Igen. Jól van. Igen. Rendben van. Ellen? Igen. Más módon nem lehet feljutni? Igazából de. Micsoda? Csak vicceltem. Te mondtad, hogy mászni akarsz. Ezt sosem mondtam. A többiek állították ezt. Rendben, tessék. Jól van. Ó, egek, jó Jézusom. Megpróbáltam. Versenyt futunk az idővel, hogy az esőerdők tetejéről figyelhessük meg a különleges élővilágot. Leszáll a köd! Megérkeztünk. Mit is láthatunk innen? Fog. A ködöt. Tiszta időben Langkawi szigetéig is ellátni. Egészen messzire. Nagyon tetszik az optimizmusod. Én csak a párát látom. Láthatjuk Ben Retiro 200 éves épületét, amely Penang kormányzójáé. Ó, igen, mert alig pár méterre van. Így van. Menjünk tovább. Butterworth. Az utazáson végállomása Kuala Lumpur. Állítólag vibráló és izgalmas. Jól hangzik. Kávét, tejjel kérnék.
Az utazáshoz egy ETS-t, vagyis egy villamos motorvonatot veszek igénybe. Tetszik ez a vonat. A nyomtávja 1 méteres, ami ritkaság. 140 km/h sebességgel halad. Ez a világ leggyorsabb 1 méteres nyomtávolságú villamos vonata. Kuala Lumpur azt jelenti iszapos torkolat. A várost 1857-ben kínai ónbányászok alapították a dzsungelben, a Gombak és a Klang folyó találkozásánál. Azóta sok változás történt. Kuala Lumpur Dél-Kelet-Ázsia leggyorsabban fejlődő városa. Nézzék ezeket a felhőkarcolókat. Ezek a Petronas ikertornyok. Összefoglalják az itt végbe menő fejlődést. Futurisztikusak, magabiztosak, az égig érnek. Kuala Lumpur nem mindig ilyen volt. A modern város árnyékában más is megbújik. Asha Gill 24 éve költözött ide. Rendkívülinek tartom. Itt vannak ezek a pompás felhőkarcolók, és alig pár méterre az apró, ám gyönyörű kunyhók, a város közepén. A britek önkényes földfoglalásakor a város vidékies jellegű volt. A kampongokat meg a város szélére telepítették. Ezek az emberek a város központjában éltek. A kitelepítés után Kampongbaru az új város nevet kapta, de ez a legkiválóbb környék a városban. A legszegényebb malájuknak van a legjobb földterülete. Ők Malajzia leggazdagabb emberei. Noha a föld hihetetlenül értékes, a Kampongbaru a maláj kultúra fontos politikai szimbólumává vált. De az ellentétek városában egy szempillantás alatt eljuthatunk az utca szintjéről az égig. Elképesztő, ahogy a szerény óvárosból eljutunk a modern Kuala Lumpur tündökléséig. Az imámot a felhőkarcolók előtt hallgatjuk. Ezek korszerű minaretek. Britként a szép szüleidnek része lehetett az ország kizsákmányolásában és elfoglalásában. Nem neheztelnek rád? Ami történt, megtörtént. De a függetlenedés megtörtént, és már nem foglalkoznak a múlttal. Nézd, mit értek el ezek az emberek. Vagyis elfeledkeztek rólunk. Elfelejtették Butterworth-ot. Egy csodás ország, tele ellentmondásokkal, nem de? Igen, pontosan. Mintha évek teltek volna el, amióta az elefántokkal játszottam, vagy a szerzetes áldása óta. Miután csodálatos utat kívánt. Tényleg csodás volt. Remélem, a következő sem lesz különb. 6500 kilométerre. Sydney. Az utazásom Ausztráliában folytatódik. A világ egyik legeldugottabb vasútvonalán. Az ausztrál vadontól lassabban a nagy korallzátonyig. Világvége hangulatot áraszt. Közelről ismerhetem meg. Hangya hátsónak tűnik a helyi élővilágot. Valódi nagy ágyú, Istenem! Közreműködött Forgács Gábor, magyar szöveg Mihályi Dávid, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Szabó Péter. A magyar változatot a Spektrum Home megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Kendi Réka.